the abyss, they are bound by iron and blood. The flagship of the Navy, the terror of the seas, his guns have gone silent at last. Jó estét, jó szurkolást! Ismételten itt vagyunk. Elméletileg Csabi is itt van, ha jól látom. Köszi Zsolti, közkös, csőcső, jó estét! A pontos idő 9 óra, x perc, y másodperc. Esünk neki, azt mondja, hogy Csabi is itt van valahol. Üdv Csabi, szerbusz! Hello! Hello, hello! Grata körödhöz! Köszönöm szépen! Szép volt, szép volt! Nekem is volt egy hasonló köröm, de már nincs itt. Tizenvalahány ezer. XP. Na, az igazság egyébként, hogy sokan szídják a minót. Mert hogy jaj, hát papír, meg üveg, meg a tököm tudja milyen hajó. Ennek ellenére én egyébként szeretem. Ha jól tudsz vele helyezkedni, akkor jó, ha jó. Mi ez? Prime Gaming, Cossex for 3 day rent free. Mi a faszom? Cossex-et 3 napig lehet bérelni? Vagy mi van? What? Ja, Amazon akkal! Jaj! Baszódjatok meg! Miért kell Amazonak? Most komolyan? Tehát most mi? Why? Pedig nem lenne rossz, de miért kell hozzá Amazonak? Tényleg, tehát minek? Na mindegy. Nekem nem is tudom, hogy milyen volt az a kör. Várja, melyik volt a izé? Ugye az 1400 base XP meg lett vele. Meglett vele az 1500 base XP is, meg lett vele ugye az 1600 base XP is. Lehet, hogy 1700 base XP is meg volt, de ugye azt nem kapom meg. Nem tudom, mennyi base XP-t mentem a rankedba. Azt se tudja. Hát figyelj, én erre a körre, ez nekem nagyon büszke vagyok rá, 3 hajót sülyeztettem el. Ja, én 2-t. Ami nem rossz. És majdnem 2500 base XP-t kaptam rá. Igen. Én 2 hajót sülyeztettem, az volt az egyedüli gond, hogy vesztettünk, 2 hajót lőttünk ki, mind a 2-t én lőttem ki, tehát gratulálok a csapatnak, kurva jó volt. Tehát a faszom érted, tehát hogy... mindegy.
Hát mi azt nyertük, és kaptam rá olyan achievementet, amire soha nem gondoltam volna, hogy pont a Minóval lesz meg a High Caliber. Ja, én se Az a értem, hogy... sebez legalább 4 hajót, és Igen, a igen, igen. sebzés okozás az legalább 30%-osnak kell lenni a te Ja, hajóknak a ezeken teljes valami, az AP-jából. valamivel én azt annó megcsináltam. Na, hogy állunk? Azt mondja, hogy... Ja, itt még Úgyhogy kell. nekem most a Combat Mission-be azt mondja, hogy kell még egyszer majd 1900 Base XP-t összegyűjtenem, meg egyszer 2000 Base XP-t valahogy. Ja, hát az majd a izébe ügye, tehát az mindenképpen csak és kizárólag ranked-ben jön össze, Hát tehát igen, az ahhoz máshogy, nagyon jól, az ahhoz nagyon máshogy jól nem lehet. helyezkedni. Igen, azt máshogy nem lehet. Ranked tier Viszont, 10. Igen? igen, viszont nekem kéne most menni valami olyasmit, lehetőleg mondjuk kooperatívot, Igen. ahol tudok citázni. De lehetőleg angol hajóval kellene mennem. Az mit Tehát akar? valami tier 10 lehetőség szerint, vagy esetleg tier 9. És vagy a Thunderer-rel jövök, vagy a Minóval. A Minóról gyorsan lekapodom a zászlókat, tehát nem kell Hát a kooperatívba. simikazéba tudok beszállni. Csak hogy neked van-e olyan a simikázéra, amit tudsz gyűjteni? Hát van a nagyobbik izé dockyard. Tehát igazából a... hol a faszomba van? Így az 1.150.000, amiből van 640.000. Aha. Ugye ő. Igen. Hát azt mondjuk torpedózással te össze tudod gyűjteni, mert ugye a simikáz az neked rohadt sokat tud sebezni. Hát azért a 20.000-eket sebez, igen, per. Viszont le kell vennem így a zászlókat. Igen, ez felesleges. Nekem mondjuk fel van rárakva egy permanent festés, amit a Halloween-i cuccra kaptunk, emlékszel? Igen. Én azt felraktam a minóra, csak ki van kapcsolva a láthatósága. Úgyhogy nekem az állandóan rajta van. Ezért szoktam egyébként a legtöbbször kooperatívba is a minóval menni, mert az hoz annyi pénzt, ugye plusz 20% kreditet ad körönként, és mínusz 50% a hajóköltségből. Igen. Ami igazából prémium nélkül is kihozza pluszra a köröket, mert kooperatívban ugye nem kapsz olyan túl sokat. Ja, nincs rajta semmi. Úgyhogy lófasz XP szerzésekről jönnek. Kell még 10.000 Commander XP, és akkor fullos lesz a Minó kapitányom. De még nem tudom, hogy ezt a 2 pontot, ami maradt, azt minek fogom elosszani. Úgyne. Zsolt is szereti a minót. De csak az a két pálya van amúgy a izében? Most én csak azzal a két pályával találkoztam a Rankedben? ranketben. Ez a kettő pályát Nem, adja folyamatosan. hat pálya van. Nekem kettőt adott folyamatosan. Mással én nem találkoztam, csak azzal a kettő szarra bazd meg. Jó, az Hat egyik az, pálya az van. egyik az, az viszonylag jó. Ott azért lehet torpedózni normálisan, de van egy másik, hát az meg, amikor azokat a szupli pakokat kell felvenni, és X perc után megjelenik az A, hát az valami kegyetlen szar. Az nekem sem volt olyan jó. Jó, mi Az a igazából kelet. abba nyertünk, azt hiszem. A másikat azt folyamatosan elveszítettük. Tehát ott is folyamatosan lövöm ki a hajókat, érted, meg minden. Nekem Az volt egész soha. csomószor ez a pálya, amin például most vagyunk. És ezen olyan zónát ad be, hogy az egyik pont, a C pont az ugyanott van, ahol ezen is a C. A B pont az nagyobb, mint ezen a B. És az A pont benne van a B-nek a jobb szélébe, Ja. tehát a C-hez közel. Nekem ez a pálya nem is volt. Ó, van Úgyhogy. ellenünk Minotaur, úgyhogy ezt valahogy, ezt nekem meg kéne csípnem. Mert lehet, hogy akkor egy kör alatt tudok rajta
összegyűjteni annyit, hogy utána tudjunk menni mással. Feltéve persze, hogyha velünk szembe lesz a minó. Hát elképzelhető. Republic. De amúgy jó kis lóvéköröket lehet menni ranketbe, mert ha még vesztes is, az is 200 ezer, a győztes meccs meg ilyen 500-600 ezreket kaptam. Igen, én most ugye elég jót kaptam rá, mert ilyen, nem is tudom, 800 ezer vagy mennyit kaptam rá. Na, és gearing észrevett. Tök jó, a minó az nem ezen az oldalon van. Az meg elé. Bazzek, tanuljak már meglőni, bazz meg. Na. Egyszer. És te elméletileg lesz itt még egy is. DD-ből? Csak, igen, ha csak nem ment így. Ja nem, az meg középen, másik oldalon van. Az jó. Na jó, hát akkor... Egy... Kettő... Ah, faszom. Három. Ennek annyira nem örülök, hogy a hátam mögül torpedózol. Hindenburgra lőtted? Igen, Hindenburgra lőttem. Elméletileg kikerülöd. Az összeset. Gyakorlatilag is kikerülöm, mert visszafordultam. Csak nem akarok addig torpedózni. És kikerüli, bazd meg! Köszte ment át az összes. Kikerüli a rohadt buzi! Komolyan, hogy a faszomba lehet kikerülni ennyi torpedót, úgyhogy full keresztbe megy. Tehát... Istenem. Bocsánat, ezt behúztam. Ja, hát így azért nehéz lesz nekem szerezni bármilyen izét is. Jó, hát mondjuk neked ne az most a torpedód az amúgy sem volt betöltve. Hát igen, de volt még a izé. A moni minóra ment még a harmadik is. Azt talált volna be. Minó az nem itt van, az vagy a izé, mi a faszom, a Hindenburg. Átment Hindenburg között. Kapta volna. De mondom, ment volna egy harmadik. Tehát három izét küldtem, kettőt került ki, a harmadik meg teljesen keresztbe ment. Azzal tudtam volna. Nem, én utána torpedóztam, miután jött a harmadik, tehát az már mellettem volt, azért lőttem rá a torpedót, mert kettő ment egymás mellett, a harmadik meg nagyon később, az egy jó 10 másodperccel később ment. Azt talált volna be neki a kis buzinak. Na, a minó is ki lett lőve. Egy rohadt citát nem bírtam lőni. Mert a minó természetesen a másik oldalra ment. Hát a Hindenburgon is tudtál volna lőni. A Hindenburgon nem, Hindenburgot nem lehet átlőni 152 mm-es rágyúval. Gratulálok. De szerencsétlen hülye te. Hát ez ennyi volt. Ilyen erővel meg is hallhatok az elején, tehát nincs értet a torpedóznom. De amúgy kisebb tírbe sokkal jobban jön adjám be a vizéket. Csak a torpedót lehet csak kisebb tírbe, meg nem tudok nem a torpedót, a citadellát. Nem tudok olyan hajóval jönni, ami kisebb tírbe citadelláz. Az hogy a faszomba hoztad össze.
Hát úgy, hogy az angol light cruiserágon a legnagyobb ágyú az 152 mm. Tehát a kisebb térben is csak kisebb ágyúim vannak. Na, miért Ansanna akarok jönni? Mert nekem itt Úgyhogy ott. semmi értelme nincsen, itt megállok az elején, az kész. Tehát igazából elindítom neked a kört. Hát ne, hát menj el előre, és akkor én meg Hát nem de az tartok. előbb is Innen. előre mentem. De hát, ha nem tudok torpedót lőni, mert szétbasszátok a hajókat egy lövésbe, akkor kurvára mindegy. És 2 perc mire betöltök, tehát innentől kezdve nincs értelme torpedóznom. Én itt megállok, aztán szevasz, helyhó. Na, ezeket most le fogod tudni torpedózni, az Ja, kurva élet. persze, hogy ne. Ráadásul jó helyen is vagyunk. Középen. Úgyis mindegyik középre akar majd bejönni. Mint te nem jössz? Nem megyek. 9,8 csomóval. Hát de gyere normálisan, baszki. Hát mi a faszomnak? Hát azért, mert hogyha ugyanolyan tempóba jössz, mint én, akkor Akkor te ugyanannyi esélyed igen. lesz torpedózni, bazd Na meg. persze. Úgyis engem fognak lőni. Csak figyeld meg, mennyi esélyem lesz torpedózni megint. Hát Semmi. így sem ennyi. De Hát így sem még ennyi. mindig van majdnem 1 percem a betöltéséig. Ráadásul 2 Minotaur van nálunk. És? A lényeg az, hogy a náluk lévő Minotaur itt legyen velem szembe. A Rihelio az megvan. A DD engem már lát. Seattle. Torpedoes to starboard. Bazd meg, Rihelyő. Azt mondom, kurvára nincs értelme egy torpedóznom. Semmi bazd meg.
Azt mondom, megállhatok a pálya elején, az cső, ennyi. Na, most ezért jöttem ide, tehát kurvára tökik feleslegesen. Hát ott tényleg teljesen felesleges. Mondtam, hogy gyere előre, hát látod, hogy 9 én is mennyire előre kilométerre jöttem, van, és nem és még lőttek. másfél perc a betöltéséig a szájba kurt torpedomnak, Csavi. Még mindig 2,5 perc a betöltés ideje a Mert a torpedomnak. halál faszáról próbálsz meg torpedózni kooperatívba, bazd meg. Hát itt közel kell menni a kibaszott hajóhoz, letorpedózni egy sorozattal, azt Igen. menni tovább. Mire odaértem volna ahhoz, amit megtorpedóztam, már kiszedték. Mire odaértem volna a Rihelyőhöz, a második torpedóhoz, már kiszedték. Mire ideértem volna ehhez, meg már nincs torpedom. Mert Ennyi. Baszod a rezet az elején. Ja, hol az elején? Itt vagyok középen, bazd, kurvára az elején vagyok. Ez nem az eleje. Baszd meg, én a belső körben voltam már, mire te elindultál. Persze, hogy le fogsz maradni és nem fogod utolérni a többi hajót. Teljesen mindegy 2 perces betöltést és simán ideérek középre. Kurvára mindegy, hogy én mikor indulok el. Ha elindulok 1 percnél, miközben elkezd tölteni a torpedomba, az akkor is ideérek. Nem azt nem érted meg, hogy középről vagyok, vagy nem középről, hanem hogy több mint 2 perc a betöltése. De azt ez nem csak érted kifogás, meg. Bazd meg, nekem is 1,5 perc a betöltési idő. De neked Azt mégis vitát tudok kell lőni, torpedózni. Hát persze mégis Teljesen tudsz. mindegy, bazd meg, de tudok, A tudom másfél magamat percig védeni mindig 30 torpedóval, hogyha kell. azért mindig 30 másodpercet korábban betöltesz. Ez az, amit nem értesz meg. Több mint 1/2 perc van a kettőnek a betöltése között. Mire én odaérek, hogy torpedozzak, addigra kilövitek, mert itt vagytok mellette, mert korábban tölt be a torpedótok. Ezt nem érted meg, látom. Ha korábban tölt de be te a meg nem torpedót, érted meg, akkor hogyha nincs bejössz esélyem. velem előre, akkor nem fogok torpedózni, mi? Ezt pofáztam Hát az az előbb előbb is. is letorpedóztál azt a hajót. Mert a halál faszáról torpedózol azért. Halálfasza? Az 3-4 kilométer volt az a halálfasza. Micsoda? Csabi, ne akard meg magyarul, hogyan torpedóznak a simikázéba, bazd meg! Légy szíves! Akkor sem mehettek közel a szájba kurt simikázéval, a 10.000-es HP-mmal. Mert tier 10. Micsoda? Gratulálok a Buffalo-nak, hogy most nyomja el a Surveillance radart, amikor annak van 12 kilométeres range-e. Hülyék mindig is vannak. Minden körbe. Csak annyira lassíts le, hogy ne te legyél legelől. Nekem engem mondjuk úgyis 10,5 kilométerrel észrevesznek.
Ez az a minó. Nem csak közel kell érnie. Rosszat nyomtam, bassza meg. Bazd meg! Tartsd az oldaladat, bazd meg. Na. Tessék, ide jöttem középre. Bazd meg! Na, akkor most már érted, hogy miért nem szabad a simikázéval bejönni ide. Leszarom, hogy a simikázéval bemész középre, bazd meg, azt vártam, hogy a kibaszott Minotaur ide érjen, erre meg letorpedózod előttem. Na, tessék! Persze, hogy letorpedózom. Mert kinyír. Látod, előbb az volt a gondod, hogy nem ízem mentem oda a közelbe, és miért nem torpedózok. De ezt pofázom az előbb, hogy a Minotaur jöjjön közel. De látod? Erre nem állsz be a füstbe, hanem... Nem tudom, komolyan össze-vissza csinálod a dolgokat most. Miért álljak bele a szájba kurt füstbe? A füstbe egyedül azért, mert kooperatívozunk, bazd meg! Nem csinálnak semmit ezek a kurva hajók, ha a füstben állsz. Pontosan azért küldte rám a 32.000 torpedót. Nem rá küldte a 32.000 torpedót, hanem rám, mert én kezdtem el lőni. A füstbe küldte be. Dehogy is, a botok ezek, bazd meg, nem izi emberek, nem a füstbe küldi be. Rám küldte, hát engem látott, akkor én lőttem folyamatosan. Tökig a füstbe küldte bele. Ha nem indulok, elkap. Persze, mert megálltam, rám küldte az összes torpedóját. Teljesen mindegy, ha most beállok a füstbe, akkor engem kap el. Na, ilyen egyszerű. Szia, szia!
Mi újság, Juci? Tanárnő. Jó van. Köszönjük, ráírsz vele nyugodtan. Úgyhogy nem egy izé, nem egy sürgős dolog. Na nézzük, 200%-os XP.
Komolyan, bazd meg, van egy kibaszott cruiser. Hát, leszopom magam komolyan. Sha-la-la. Generator started. Destroyer. És bejön elé, mert le tudjam letorpedózni. Á, jó, letorpedózod? Nem tudok torpedózni, mert egy gyökér itt van előttem a Georgiával. De igen, azt. Most legalább el tudtam rá küldeni, de szerintem arra már fölösleges. Mindjárt kiderül. Nem, betalál. A büdös kurva Isten faszába, de komolyan! Remélem letorpedóznak, te gyökér, bazd meg! Le. Faszopó parasztja, bazd meg! És nem, rohadjál meg, mindjárt kapsz tőlem is torpedót, hogy basznád szájba magadat. Így cikázik előttem, bazd meg, 2 percig. Faszom bele. Hello, a sajt. Szevasz, sajt. Faszom, hogy véletlenül se tudjak torpedózni, ott cikázik, geci.
Hát persze, gyújtsál ki. Nyomorult buzi. Hát mire arra is elküldöm, bazd meg, rég vége. Faszom, ki van, bazd meg. Faszapó Georgiák. Az első körös 30-80-as kártyák már el is fogytak. Az kemény. Ja, az durva. Minden a legnagyobb rendben, Babi néni. Megint bazd meg egy. Hát ezt nem hiszem el. Hydraulistic search, Isten bazd meg. Gyökér. Smoke generator started. A faszért van ezen az oldalon két kibaszott DD. Keci.
Ott van a Barchester, Worcester. Hát, baszhatom már 13 kilométerről, hogy lőjek rajta a citadellát. De közelebb menni meg nem tudok, mert a Riheli az olyat sebzett rajtam, hogy majdnem beledöglöttem. Hát ez nagyszerű. Baszadjál meg. Előtted mindet mi? Nem. Egy még maradt. Azt tartogass meg a Bismarckra. Arra küldtem kettőt. De természetesen egy gyökér. Oh, Istenem, bazd meg komolyan. Visszafordul, geci. Hogyne! 12 000-et sebezzél rajtam, bazd meg. Megint nem volt értelme bejönni. Válasz akkor valami kisebb pírt. Szia, Szinda! Cső, Szinda, cső. Na, mi van, homár? Na, cső! Mi a faszom volt ez? Szevasz, buzi! Köszöntöm, bazd meg. Hogy jövő? Fürdőből vagy? Szar, akkor várja. Tűrűrű. Ezt a vízhangot még, ezt is hogy lehetett hallani, bassz. Azt. Igen, mert a laptopnak a... Ja, a laptop. Nem. Laptopnak a mikrofonja. Várja, mit csinálunk, bocs. Hát lejjebb veszek a hangerődből, aztán akkor lehet, hogy nem fog annyira visszhangozni. Nem, az a baj. Most faszom. Jó. Az a baj, hogy jött egy Windows update, amiben benne volt egy real-time driver update. Ja. És az mindent is szétkúrt. Tényleg, nehogy elkezd. Már elkezdtem. De miért?
Ja, tehát ezek hamar vége van ott is. Ne féljél. Hát jó. Mikor addig, hogy magamnak csokit? Hozzá magadnak csokit, az egy jó dolog. Hozzá nekem is. Hülye vagy. Nem, de te buzi. Jó, de ez nem volt kérdés. Mindjárt szerzek csak ezt jól vissza. Pinyalat? Hát ezek mennek. Ha izét nekem kurvára nem adja, leírtam is az én DC-n, tehát nekem a... Mi a fasz? Hát ez kurvára nem adja be az egaranket. A rank. De rank, az... Ne foglalkozzál vele, nekem is volt olyan, hogy három loss meccs volt egy meccs után. Három loss, bazzeg. Egy győztes meccs volt, nem kettő győztes meccs volt, és... Vagy egy nyolc loss, bazzeg. A büdös kurva anyát, ilyen faszopó csicska csapatot kapok. Állandóan, geci. Mondtam, Csavinak volt egy olyan kör, kettő hajót lőttünk ki az enemiből, azt a kettőt én lőttem ki Simikazéval, bazd meg. Komolyan, tehát ennyire szánalmas, geci. Érted, folyamatosan spoton tartok mindenkit, bazd meg. Mindenkit spoton tartottam, és nem bírtak kilőni egy szájba baszott hajót se, geci. Tehát... Én nem is tudom. Hogy baszoljál meg, nyomorult buzi. Nem hoztam csokit. Mert nem találtál mi? De van egy csomó csoki, ez a legbizben a legnagyobb volt, hogy, hogy van. De már olyan jó haladok, hogy nem akarom elrontani egy csokival este. Faszott, hogy amikor 10-kor, 9-kor. Úgyhogy nem csokizok. Bazd meg anyádat, komolyan! Hát akkor se csokizok. Nem esik jól, amit mondasz egyébként. Hülye. Kettő. Tölts már be, bazd meg. Oldalát mutatja. Még egy a kurva anyádat. Ekkora szórással lőni, bazd meg. Hát azaz, több helyen nem is tudok égni, geci. Az anyád faszát, az Zaubának is engem kell lőnie. Na Istenem, komolyan. Mint hogyha tápod szájjal futnál faszerdőbe. Hát körülbelül, bazd meg. A faszom ki van, mert én ezek a faszopó gyökerek. Kaptam 5 konténert. Igen. Az egyik után 5 konténert kapsz, a másik meg egy küldetést ad. 5555 XP-t kell szerezni, azt hiszem. Valami ilyesmi. Azért meg egy ládát kapsz, egy Wargaming faszom is tudja. Bár én azt szerintem kurvára nem kaptam meg azt a Wargaminget. Uh-huh. Ja, de megkaptam abból, meg zászlót nyitottam, 25. Faszom is tudja, milyen zászló. Na végre, bazd meg, azért te már nem akar elzsüllyedni. Szia, Szenti! Itt a nyalópajtásom. A nyalópajtásod? A nyalópajtásom. Szia, Szenti! Akinek a csöcsét ezért szívtál a dugóra. Tegnap voltam, mert majdnem kialudta ezt, majdnem kihevertem, most meg föltéped ezeket a dolgokat. Tehát jó van, na. Szia, Patrik! Szia, Patrik! Ja. Értettük, értettük. Jaj. De képzeld el esetleg egy... gyilkosság átszótaként, hogy rajzolnak körbe Doszpot Péter? Tényleg nagy fehér csillag Patrikot a utcáján. Ennyi. És nézik, hogy mi a faszom ez. Négy keze volt, ki a síva?
Faszom. Ó, oh, gift! Yeah! Camouflage! Jaj, fasz meg. Hát de kurva nehezen lett meg az a négy kibaszott citadella lövés. Te látod, meg lett. Ja, mehetünk bármi mással is. Hát úgyis beveszük Levit. Ő tier 8-al jön, vagy tier 6-tal, vagy kiderül, melyik fel akar jönni. Levit maximum te veszed be. Tier 8 az jó. De Debbie beveszi Dallas. Az oké, okay, hogy azzal veszed be, de akkor ezért nem fog fejlődni soha. Jó, akkor megyek kibájárnál, de ezen csak mondom, tírhattal. Nekem mindegy, csak soha nem fog megyek, fejlődni. Menjünk tier 6-tal. Csak most soha nem. Most igen. Leformálom ezt a szart. Tier 6 és izébe jövünk randomba. Mert ott legalább kapunk XP-t, még ha vesztünk is. És akkor... Akkor rakok rá XP-s zászlót. Nagy festést. Lehetsz féltékeny, de ne aggódj, Szenti. Mert... hát az igazság, hogyha hangya beveszi Levit, akkor azért ott van még hely. Hát ezt a picit. Hát akkor mi is tier 6-tal jövünk. Hát ha kapunk tier 8-akat. Hát ha kapunk tier 8. Jó, de ha tier 7-tel jövünk, akkor tier 9-eket kaphatunk. Akkor inkább csak kapjunk tier 8-at. Uh-huh. Na most aztán kurvára nem néztem meg, amit meg akartam nézni. Nagyon ügyes voltam. Miért is lenne benn itt a német, geci? Mi a faszomért lenne benn? Véletlenül se. Melyikben? Itt. Hát mert... Hát, Szenti, az a helyzet, hogy nekem biztos, hogy kicsi, mert lányok azt szokták mondani, hogy pont jó, és az bizony kicsi. Azért bazen, mert amerikai a hajó, amit farmolni kell, tehát valószínűleg szövetséges hajókat fognak belerakni, ami angol, európai és szovjet. Mert a szovjet az világ életében egész második világháborúban szövetséges volt. Most úgy hát mondod. Tehát ő igen, csak a már nem azért, a de végén a tengeri volt. Hatalmakhoz nem tartozott hozzá, tehát szövetségesek voltak. Hát, szóval ja, Allied meg Axis. Igen, igen, de az elején az oroszok nem azékkel voltak szövetségben. Az oroszok sosem voltak effektíve szövetségben Amerikával meg az angolokkal. Nem, hát. De... Tehát kurvára nem voltak szövetségesek. Ők egyedül voltak. Tudjátok, kik voltak elején szövetségesek? Aztán meg nem. Micsoda? Aztán meg én. Románok. Románok, igen. A románok, egyetlen háborút sem fejeztek be. A történelemben egyetlen háborút sem fejeztek be azon az oldalon, amin elkezdték. Ez így igaz. Ők ilyen buzik. Ó, jövök Devonnal. Én meg Bonnie-val. Csabit, meg gyere Michael Knight-tal. Michael? Michael? Michael. De ha már jössz, akkor miért nem a szörrejjel jössz? Mert az tier 7. És nem akarom, de Devon Shire-re miért kaptad meg a festést? Hogy érted, hogy miért kaptam meg Devon Shire a festést? Mert nyitottam. Tudod? Jó, tényleg, hogy nyitottad a hajót, nem én megvettem. Én nyitottam a hajót, nem megvettem, igen. És onnantól kezdve, hogy kinyitottam a hajót, azt hiszem a sörrejen is megvan. Hogy azon nincs, az arra nem kaptam meg. Nem, csak nem. Arra kapod, amelyiket nyitottad. Hát sajnos, sajnos ő most lázas. Lázas? Adtam neki C-vitaminos teát, amit gyűlölt, mert rohadt savanyú. De megittam, mert hős. Aztán mondtam neki, hogy húzzon aludni. Úgyhogy... Úgyhogy Levente, most... ki kéne válaszolod a tier 6-os hajódat? De... meg hányszor nyomjak még rá? Ja, a Reddy-re? Egyszer kell csak rányomnod. De mi azt mondod? Valami, hogy nyomkodom itt azt a szart. Kussolsz. Kussolsz!
Igen. Hát jó. Akkor szerintem maradjunk hátul. Hát, igen, nekem is valahogy ez az érzésem. Ja, igen. Geci, bazd meg. Vagy kerüljük meg azt a kettő nagy szigetet, és hátulról menjünk. Hátulról. Melyik kettő nagy szigetet? Ami a 8-as oszlopban van. Ha jó. Legyen. Legyen, kerüljük meg. Balra van. Kerüljük meg. És ha mákunk van, mire megkerüljük, addigra vége a meccsnek. De hát valamit lőnöm is kéne, hogy legyen XP-n, baszki. De azt kapsz úgy is, ha csak időben ott vagy benne az izébe, csatába. Azután is jár XP. Már is érzem, hogy milyen nagy értéke van a jelenlétemnek a csapat számára. Hát ez egy eléggé szopókör. De belülről akarjátok megkerülni a szigetet, nem kívülről? Nem, bazd meg, belülről nem tudjuk megkerülni, mert nincsen rajta barlang. Igen. Azért mondom, van. Na, bazd meg, itt az itteni hajónak messzebb lő a másodlagos, mint nekem az elsődlegesen. Nem. Nem. Nem, csak azt hiszem, hogy van-e Bismarck, vagy német másik hajó, de nincs, úgyhogy... Úgyhogy nem. Nem, de a Rihelyőnek messzire lő. Ja. Rihelyő. Mert ugye az izé tolatva lő. Hát, mondjuk addig jó, amíg a Rihelyő tolatva lő, mert akkor csak az elsődleges ágyukkal tud lőni. Vagy a faszom van, hány csomóval mentek? 30. 31. Bazd meg, merek 22-vel. Jó, ja, hát nem egy gyors hajó a Bayer. Ellenben lassú. Ja, legalább gyenge. Ja, egyébként ott van a Rihelyő pont szembe, bazd meg 21-re. És hallod, egyből ellő 21 kilométerről. És minden egyes lövése talál gecit. Ott lesz szembe veletek a izé is. Ja, tier 6 izé. Budony. Tier 6 budony. Mindjárt talán látni is fogom. Nagyon remélem, hogy AP-ra vagy töltőhangja. Az eleje az izé lesz HE. Miért? Hát mert tier 8-ra számolt, bazd meg azért. Azért, mert hogyha ellövök valamiért, de már az is jó. New Mexico is. New Mexico. Set on fire. Az meg ez már szigetben ment. Az meg a hajóba. Égél csak a geci. Miért gyújtóval lősz, baszka? Most komolyan, ne szopassatok már!
srácomat. Na. Ott a budonyi. Aha. Nem tudom. Kapta is a citát. Hát bazd meg a budony elő, ezért mögül hallod. Ahhoz képest, hogy citadellát kapott, nem sok HP-ja ment le. Most hadd ne mondjam, hogy fuck you, bazd meg. Tőlem is kapott egy citát. Én meg körbelőttem, bazd meg. Az összessel. Előtte, hátra, mögötte, jobbra és balra. Tehát így... Why? Megint kigyújtott. Geci. A Rihelyőnek alig van élete egyébként. Aha. Látszik. Rikosé, geci. Picsába én már nem fogom elérni a költözés hozatta, úgyhogy lőtt ki hangja. Aha, Set on Fire. A Rihelyő próbálkozza a Set on Fire-re. Azt is, mindjárt az agy. Rávegyek csak még olyan messze, hogy nem is látom. Kapott egy 4000-et a Rihelyő. Azt mondja a faszomba. AP-val. Fordul balra. Hát, mert gondolom, hogy a fedélzetet találtad el. Na, én is kaptam tőle egyet. De ki is gyújtottam mellé. Fejes. Úgyhogy ég a gyertya, ég. De hát igen, majd az a 47000 HP lemegy neki. Amúgy nem mutasd az oldaladat, Levi, lehetőleg neki. Nem mutatom. Nem mutatod? Pont oldaladat mutatod, csak úgy mondom. Igen, de nem sokáig. A fasz látott meg. Minden is. Hát az így baj, mert ez a hajó kurvára nem fog elindulni előrefelé. És én viszont telibe az oldalamat mutatom, kurva jó. Az neked mákod volt, csak egy citát kapta. Kettőt. Azon folyamatosan lövöm és semmi. Nem Settle Fire, meg lófasz. Induljál már előre, bazd meg. Kaptál még egy citát, ha jól látom? Ez nem cita volt. Hm. Bazd meg, ennek csak 4 kilométeres a szonárja. Jó lesz nekem itt a szigetnek azon a felén. Csabinak most van vége. Kigyújtottam. Ja. Talán még a torpedókba is belemegy. De... Nem, elkanyarodik. A Rihelyő az túl gyorsan fordul. Megkúrjál föl, hogy átlőttem fölött a bazd meg 2 centiről.
AP-val lőjed most már. Na most már közel van. Vagy jó, vagy, hát most vagy, már betölt vagy, a HI, aztán vagy... Ja, vagy ramold le a picsába. Nem, ne ramold le a picsába, lőd ezével, AP-val. Mi akar lenni? Élesen jobbra, élesen jobbra. Buzi. Baszat akartuk, hogy meg bazd meg behúzza. Na baj, húzza is be a zászlót. Nem a zászlót húztad be, hanem a killt. Ja? Ja. A tagó talán le tudja vadászni azokat, akik, de nem vagyok benne biztos. Nem menjél a foglalási zónából, geci. Megyek én is. És ki megy? Lehet, hogy odaérek még ma, bazd meg. De ki megy úgyis? Vagy? Nem. Mi a faszomra lő? Kicsoda? Farolájna. Maradj bent a zónában, majd Levi, mert azért sok rohadt. Levi, mire átér a túloldalra, a tigre háromszor behúzzák. Nem, ezért... Lőd az anyahajókja. Találtam. Csak mire átfordul az ágyú, addigra ki is lövik. Az nem baj. És te mondod, hogy a Budanyi kiment a zónából, geci? Hogy lehet ekkora fasz valaki? Remélem kitorpedóznak, ti gyökér. Mákja volt, nem jött föl. Csak Levit ne bírják kitorpedózni. Szép. Nézd balra és nyomd meg az O betűt majd. Az már nem kell. Úgy be lehet hozzá. Majdnem összönöm. GG. Azért 6000-et kaptam érte XP-ben, 6800-at. Igen, mert 200%-os izé van most valamiért. Első kör. Megvan a 60/60 is. XP-t kaptam, ami azért jó. Mert jó. Mert jó, ezt büsz megmondtad.
Mert még mindig kell majd 18 000. Van valami a devonon? 3 zászló van. Azt hát, hogy le kell szedni a zászlókat. Bár nem. Én csak az XP zászlót. Neked le kell szedni, le kéne szedni a zászlót. Igen, szávasz pipi. Neked felesleges, hogy rajta legyen. Ah, free XP rajta van, ez a 300%. Van belőle 180. A free XP az jöhet. A devil sire. Ja, kilódunk. Wolfsba dobtam be egy linket. Na, milyen linket dobtál be? Happy birthday, take a gift. Ja, mert izé van. Most 5 éves a Wolfs. És mit ad? Megnézted már? Zászlókat. 5-5. 10. 25 zászlót ad összesen. Az jó. 5 fél a zászlóból. Ugyanaz Pepitába hány is. Ó, de most csak 6-osokat kaptunk. Akkor átváltani AP-ra. Vehetünk nyíl egyenesen, csak ne neki a szigetnek. Nem van. Na, neked ma jól ment? Nem. Tényleg, Pipi, amúgy nem akarsz csatlakozni? Mármint ugye a klánhoz. Kicsit hamarabb fejlődünk. De jobb az meg a Grasp is erre jön. Nekem a izé nem adja. A jobbra nyom meg az út. Négy ezeret sebzett rajta. Viszont nincs repülője, ez nem megy vissza. Teljesen minden, mert újra töltődik neki. Tudom, csak ez már nem. Hát persze, anyádba. Nem tudom, melyik lőtt rajta mekkorát, de... Mellőttek. Normandia. Szerintem a Normandiaja. Belém lőtt egy 7000-et. De jobb az nekem még a bombázó is. Mi ez a... Mi ez még kaja? Nem. Hidroplán van fent. Igen, 2 darab elvileg. Itt mentem, megöttem. Jön a Grasp-e. Miért jó az nekünk, hogy bemegyünk oda a szopvágra? Abba a szorosba. Talán jó lesz. Geci eltalálja a hajónak az orrát, amivel kilövi a torpedómat. Geci, rikosé. Kurva, Graspen. Hoppá, dupla citadellát kapott tőle. Tőlem is kapott egy citát. Megint kapott egyet. Tőlem is. Lőtt ki? Nem tudom.
Kanyarodj balra. Élesen balra. Még mindig nem sikerült kilőni. Élesen balra. Vagy talán ezzel. Ott van. Szép. Ott van az Omaha. Mögötte. Kapott egy dupla citát az Omaha. Én nem tudok elkanyarodni. Jaj, bazd meg, bazd meg, bazd meg! De előre tudtam menni. Előre tudtam még pont annyit menni, bazd meg. Én még pont el tudtam húzni balra. Na. Omaha kapott egy tripla citát. Már mondjuk meg hát tök jó volt, és fölfogta előlem a cuccot. De ezek szerint mégiscsak. Ja, elé lőttem. Hm? Vagy mi? Viszont most itt vannak a csatahajók. Úgyhogy ez most szopás. Az a szopás, hogy három lő egyszerre. Igen. Hú, Geci, mit kapok? Ú, bazd meg. Ott van egy álló, Pedro. Külön, igen. Háú. Hopp, egy cita. Jó, ez még egész jó. Mi lőttél? Kotovski, álló. Egy helyben álló ja. Kotovski. Basznak, hogy lehet? Hogy lehet ennyi felé lőni? Bazd meg, 2000 HP-ról sikerült lőnöm rajta 400-at. Nekem ennyi volt. Jó, bazd meg. Nem baj, kilőttem azt a szart. Még 3 cita. Nekem sem lesz sokkal több. Jön egy fúzó, meg egy hőnig. A Piotr mellettünk. Ugye be is váltom a izét, a Bobszot. Jáú. Take a gift. Miért kell neki loginolni, bazd meg állandóan ennek a szarnak? Ezt még kurvára nem értem. Tolja rajta refresh-t. És jó lesz. Hát, izé. Bazd meg nem jutottam el a fúzóig. Úgy nikongat. És sem. Szúrnád a fúzóját. De a kőnik kapott még azért két torpedót a végére. Hogyha az bírod, akkor lőd ki, Levi. Igyekszem, de most már azért... Már neked a Normandiára kéne rámenni. Hát a Piotrra megyek meg a Königre, az Árangyúkkal. Hát jó, de akkor viszont lassíts le és élesen jobbra. És állítsd szerintem bal az Árangyúkba. Hát én oda be nem mennék. Abba a szorosba. Ja. Azt nézem, a Normandi az megszűnt, ahogy látom. Nem, csak eltűnt. Csak eltűnt, meg nem a Normand. Itt középen itt van a König, 7000 HP-val, húzó.
Vissza kéne fordulni a bázishoz. Hát ott az anyahajónak meg kéne oldani a legalább a izét, a Königet. Hát, legalább a Königet, igen, de nem fogja. Tehát... Egy jó sikerült bombázással sikerül. Nem nézek ki belőle annyira, hogy őszinte legyek. Hát, kiderül. 4000 HP-ja van, tehát... Hát mondjuk nem a torpedós kéne küldenie. Úgy ki fogják szedni, mint a szart. Na nézzük. Na dobd. Azaz. Mögé. Legalábbis az egyik tuti. Na, süllyed? Nem süllyed, úgyhogy... Az nem jött össze ebbe a körbe. Nagyon korán viszi le a gépet. Az is mögé megy. Istenem, bazd meg. Gratulálok. Na. Texas kiszedi. Két Y-ból megvan. Nem szedik ki, bazd meg, mert nem találják el. Hogy a faszomba lehet így célozni, hogy mindegyiket mögé lövik? Közben szépen HP-zza magát. Na, most végre talált egy kicsit. Na, ott is van. Kaptatjuk a demót. Jobbra, jobbra, jobbra. Élesen jobbra, Levi. Élesen jobbra megyünk. Fordulj tovább jobbra. Másodlagos, hogy tudják lőni rendesen. Jó, csak az ágyúi nincsenek jobb oldalon. De annak igazából mindegy is, mert... Hát a másodlagos ágyúk azok ott vannak mindenhol körbe. A fő ágyújára gondoltam. Ja, hát az most mindegy volt. Jó, foglaljuk mind a kettőt. Mind a kettőt? Hát egyik az ában foglalva, a másik pontot meg foglaljuk most éppen. Azt mondjuk nehogy kimenjetek már a zónából. Na pedig ki fog menni a izé is. Kergetik a New Mexico-t. Na hol a faszomban van a New Mexico? Hát ez egy kurva jó kérdés. A New Mexico valahol a G1 környékén. Na, akkor felé megyek. Ugye az anya azért kéne felfedezni, ott van. Aha, ott van. H3. Fordulj át, bozz meg. Oké, most fog fordulni.
És az anyahajó izéli, bazd meg, foglalja a zászlót. Beszarsz. Jó, ez is megvan. És már csak az anyahajó van. Ezen meg lehet citát lőni, meg... Várja? Aha, lehet rajta citát lőni, mert nyitott. Simán ki lehet citázni. Na Levi, vidd be neki a kegyelmbőtést. Hát az emél volt, mi? Az emél. Ízd már jó. Óriási XP. Mennyi citát kell lőni összesen ezzel a szarral? Neked? Az angol. Nekem már nem kell citáznom. Tudom, szevasz asztalos. Nem kell, de most kezdtem csak el. Csocs lesz. Ali? Tő. Még 26 citeket. Én már csak a potential damage-et gyűjtöm meg a... ...pét. Nem kérsz? Azt van 2000, még kell 10000 XP. Oké, okay. Levi, te hogy állsz? Szébe. Hát még szarul. Még nagyon szarul, úgy is mondhatnám. Jó, 15000 XP van meg. Mindjárt megnézem, mi van a München. Na, azon is van 17000. 30000 van, 80 kell. Az jó. Hogy nehezen a utazt élvezni fogod. Uh-huh. Azt tényleg élvezni fogod, az jó hajó. Nem hangja? Gnezen az már jó. Az egy kurva jó kis hajó. Rakunk rá egy kis XP zászlót. Commander XP-t is. Azért az nagyon szomorú, hogy 14-en megtalálták az internet legalját. Buzi. De a napar az én is itt vagyok. Mondjuk ez igaz. Mármint ez nem jó, ez nem jó dolog, ez negatív dolog szerintem. Megnézzük. Na, valaki kimászott a gödörből, mert csak 13-an vagyunk. Igen. Rendben hozta az életét. Igen, igen, ott állok én is. Kicsit szarrá pakoltam a fúzót XP-vel.
Megnézzük, mennyit megyünk. Ugye azt úgy is húzom. Meg ugye 200% kapásból. Ez talán jó lesz. Pár ezer XP-t össze kéne vele kaparni. Figyelj, hogyha még tudunk menni két ilyen 5000 XP-s történetet, akkor én meg tudom venni a összőrejt. Aha. 7. 8. Hú, bazd meg. Jó, kecs ez a pálya. Hát ez erősen faszom se tudja. Ez jó, mert legalább Leander van ellenem. Mondjuk festést rakhattam volna rá, na mindegy. Merre megyünk? Kerüljük meg át kívülről? Kívülről nem mondanám, de fölülről be lehet menni ára. Jó, úgy megyek. Mondjuk várj, azon az oldalon már van három csata, jó nem? Akkor te menjél balra, jövök veled. Mert hangyan meg ott van a Massachusetts meg a Greysonau. Na, de az messze van, nem? Közel csúszat kéne neki. Menjünk C-re, akkor úgy, hogy ott a kis szigetnél megállunk. Lóba az meg ott van a hajó. Mhm. Ami ráadásul 8-as szájpan, tehát igazából az kb. Kettő lövés sorozatból fog kilőni. Itt repcsizik. Egyelőre az még messze van. És én kapom a 8-asokat, nagyszerű. Ó, úristen. Minden már takarodok is. Lehet, hogy csajt szerint Béter kellene. Na, a Béter nekem az, hogy én innen húzok a picsába. A 8-as csatahajók ellen. Én elbújok egy nagy sziget. Ott a Vladivostok anyja picsáját, a Vladivostoknak kettő atagó. Na, persze, hogy már detektálta, köcsök buzi. De jó, engem már a Fiji észre is vett, de el se tudok lőni odáig. Sőt, most már valami más is észrevett, az baj. Anyátokat. Az igen. Ó, bazdmeg, most honnan lősz? Miért? Hogyne? Gyújtóval bazdmeg lőjél rajtam 10 000-et. A tier 8-as kurva anyádat. Elégedetlenkedett Csabi. Úgy érzem magam, mint egy nagyon védtelen törött szárnyú pacsa. Nem mondod? De. Forgolódó anyádat. 4 millió, találjatok meg. Ott a Fiji. Tehát tök jó bazd meg, hogy engem mindenhonnan látnak, de én senkit nem látok. Mi az apja faszát csinál itt a Briskavica? Jó, várjál, most engem úgy találnak. Nem. Hát persze. Faszom az anyádba. Mert az a köcsög 4 torpedót tud kidobni, nem ám 2-t. Mi a faszért? Miért persze? Hát... Komolyan bazd meg! Faszopó tier 8-as kurva anyádba bele. Meg a Wargaming az bazd meg. A kibaszott rendszerével együtt. Két helyen süllyedek, get.
Gratulálok, Wargaming, bazd meg. Egy torpedó találatból? Igen, egy torpedó találatból két helyen süllyed. Mert négy torpedója van annak a szájba kurt gecinek. A faszopó anyját, aki kitalált, hogy a tier 6 mehet tier 8-al, bazd meg. Az, azzal játszatnék egész nap tier 6-ot, hogy tier 8-asokkal szopjon. Komolyan. Hogyan lehet elbaszni egy játékot ilyennel, geci? Mert ez csak azzal van elbaszva ez a játék, hogy bazen két szinten nagyobbakat kapsz. Wargaming, bazd meg. Az orosz kurva anyátokat. Persze, bazd meg, még négy hajó találjon már meg, légy szíves. De most csak az anya hajó talált meg, nyugi. Most nem, jön. Nem csak az anyahajó, a Scharnhorst is engem lő, a New Mexico, a Pichi, meg a Leander is engem lőd, meg az Atago is, bazd meg, a faszki van most már tényleg. És nálunk? Ah. Jó, akkor azt mondja, hogy a Blitzkevice kap egy riportot, mert menjen a jó kurva anyjába, de komolyan. Sa-la-la-la-la. Énekelj valamit, Levi. Neked olyan bár hangod van. Már mi nálunk, babám. Már mi nálunk, babám. Az jó. Az hoppásra. Ismeritek azt mondod, hogy megköltöm lóban? Maga mi rájött, hogy rá kéne lőni balra a kurva Jervisre, és akkor talán túl fogja élni a törnél. Na, mit kéne ének, vagy mit kéne ismernünk? Azt, hogy megkötöm lovama, mégis el a Lucy. Nincs szerelem tövig nélkül. Uh-huh. És a Mármi nálunk babám az jött a szopásba című. Igen. Meg az egyszer mikor strici mackóra. Száraz torka, beszakadt. Ha a Leanderre rá tudsz lőni, akkor aulú középen lőd meg, Levi. Az teljesen mindegy, Pipi, mert itt most nem is a izével volt a baj. Érted? Mert azok alig sebeztek rajtam. Az a szájba kurt anyahajó, bazd meg. A 8-as anyahajó. Hát a kurva anyját. Hát a 8-as anyahajó szedte le a HP-mnak a 3/4-ét. Hello, Bilo. És csak egyetlen egyszer küldte rám a torpedóst, mert persze. Mert az bőven elég neki. Bassza meg az anyját. Levi, te onnan látod a füstnek a szélét? Hát, meg a zónát, amit a Blitzkevice lő? Aha. Na, oda lőjél te is egyet. Mert a Lyonnal még elbántam volna, bassza meg. Hopp, találtál ott volt, is. Ott volt. Mert a fúzón van ágyú. Szanaszét tudtam volna szopatni ezt a kurva szar. Ugyanoda lőjjem majd. Honnan lőjjem. Pattam. Hát egy kicsit előrébb. Előre. Bement. Igen, bement. Bemegy az onnába. Na, menjünk innen a faszomba, ez így nem lesz jó. Nem, jó lesz az, jó lesz az. Hát nem lesz jó, 16 km-re ülünk, nekem 14-es lőtávon, bazd meg. Hát. Na, de, igen, de középen nem volt senki. De ott a Leander lőtt ki, alul középen lőd meg. Az volt a gond, hogy itt
ezen a részen tökig egyedül voltam. Tehát itt akárhol lehetek. Ugye így szedett ki. Érzek, senki. Zero. Senki nincs itt. A Briskavice meg A-ba, az meg a sziget mögött DD létére is nem csinál egy kibaszott lófaszt se. Án ugye szarrá szopatták őket, mint a szar. Tehát tökig. És a tier 8 Massachusetts mi a faszot csinál, bazd meg amúgy? Ezt valaki árulja már el. Mi az anyám faszát csinál itt? Gratulálok, 3-ból 2-t belelőtt bazd meg a szigetbe a torpedóból. Hát mert ügyes játékos tudod. Akkor égjél. Na, te fogsz elégni, mert a tier 8-as anyahajó leszedett, mint a szar. Fog, de ő is. Ja, tier 8-as anyahajó úgy leszedett, mint a szar, geci. Ezért nem értem én ezt a tier 6, tier 7-et. Vagy tier 6, tier 8. Hát de látod ezt a csapatot, hát bazd meg, hát nézd meg! Tehát... Mi ez? Mi ez itt? Mi a faszomat csinál a Gneisenau egyébként? Mi a faszomat csinál itt a hiper hátul? Látod, mi a fasz csinál hátul a hiper? Hát a kurva anyját csinál hátul. Hát bazd meg, hát menjen el Barbie babázni, komolyan mondom az ilyen szájba bu... Nem mondok inkább semmit. De ez mi a fasz csinál itt? Mert ugye ezeknek a geciknek kellene ott lenni középen, azoknak a parasztoknak, de nem. És ha nem megy senki középre, akkor nekünk kell középre menni, egyértelmű. Mert az kurva jó buli. Frusztrációt érzek a hangodban. De nem tudja senki, hogy mi a faszopó dolga van annak a szájba kurt hajónak, amivel megy. Komolyan. Tudod, mit mondok erre? Újpest! Én ezt tudnám rá mondani. Ezt tudnád mondani? Igen, te is? Állatok! Na, de még mindjárt beradizek.
De puzi egy pálya. Most bezzeg tier 6-ot kapunk a kurva anyjába, amikor bejövök fúzóval, akkor nem tier 6, bazd meg. Na. Hová? Maradjunk együtt, annak van értelme. Faszom se tudja. Hova kéne menni? Hát akkor... induljunk el egyenesen, és utána menjünk D-re. Nekem előttem van egy sziget, nem tudok egyenesen menni, baszd meg. Akkor kettje kanyarodni, baszd meg. És kanyarodás után elmehetsz akár a picsába is. Milyen nagy a szád? Most, hogy így feltágítottam fasztal. Két húzó veszer. Vésztrász, úgy nézem, hogy jön középre. Ja. Yeah. Na. Az is jön D. Nem tudom, egy másik jár. Kapott is egyet. Nem nagyon, de azért kapott. Ott van a füst. Kanyarodok is bele. Nyomom a szonárt, hogy... Ott a veszte lesz, bazd meg! Úristen, mire fordulnak az ágyuk, geci! Lemegy a nap, komolyan! Azaz, gyújtsák ki, nyomorult búzi. Hoppá, kapott 5 over penetration, bazd meg a... Aoba. Forduljál már! Hát basszalak meg! Hát az már nem megy sehova. Ó, bazd meg! Lőttem rajta egy kicsit. Jó, ugye ez torpedó. Jó, látom. Mi a fasz csinál a másik kettő DD-nk ott hátul? Bazd meg! Istenem!
Nem tudom, én most egyelőre muszáj voltam egy kört tenni, mert ja. De miért vagyunk ilyen faszokkal van. Körülvéve, állandóan bazd meg. Természetesen pont nem értem be a pontra. Hát ez... csak akartam mondani, csak óvatosan, mert jöhet torpedó. Jön. Ott van a másik. Kapott egy találatot. Ne, fordulj bele, bazd meg! Ott is ott van még. Ott az intepet köcsög. Szép. Mászott. Elpukkant. De még előtt a torpedót, igaz? Ja. Ja, a szigetnek megy, ahogy nézem. Nem, elmegy mellette. Ki bírod kerülni, hangja? Ki? És te levi ezeket? Aha. Ja, hát a izét bekapcsoltam a szonárt, úgyhogy... direkt. Szóval, hogyha lejár a szonárod, mert nekem is van. Még 30 valahány másodperc. Belekanyarodjál, bazd meg. Hát ilyen nincs. Lejárt a szonár amúgy. Hagyjál meg reggelre. És meg ott van a gelde. Látom. Tolom. Lester kapta. Jó is. És még pont elbírtam foglalni a pontot. Szép. Ó, ezzel meg is lett. Na nézzük. Research. Fölrakok mindent a fúzóra, most kapja be. Na tehát.
Azt mondja, 13,5 kilométer, bazd meg. Komolyan mondom, ezek a lőtávok. Ez egyértelmű, hogy rámegy. Az majd kiderül. Ott van. Kurva anyjába. Bazd meg, ennek még az eléggé kilóg a citadellája. Az összesnek. Na mindegy, meglett a hajó, úgyhogy én megvettem a szörejt. Megvettem a szörejt? Aha. Nem is tudom nekem az, hogy áll a szörej. Jó szarul gondolom még. Na jó. Úgyhogy most azt mondja, egy pillanat, hogyha a Devonnal jönnék megint. Jó, mondjuk Free XP-ből már bőven ki tudom váltani ezért a Albemart. De igen, nem én, akarom. Én nem akarok ilyen balgaságot elkövetni, mert 729.000 Free XP-m van. De most inkább a Londonnal jövök. London? London. 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 Nem ismerős? Van idő még szerepel, hogy baszott Mary Poppins. Valami es. Kb. Nem is mondd, bazd meg. Pont egy izért projekten dolgozom. És Lengyelország, Németország, Amerika, meg ugye Anglia. És így beléptem a hívásba, és mindenki mondja, hogy jaj, hát nálunk 25 fokkal, jaj, hát nálunk 23 fokkal, Lengyelországban 30 fokkal, értem, még itt ülök szakad az esőbe, az meg 12 fok. Ja, legyen megszólalt, nálunk 12. Mi menjek meg már faszomba? Hát, megint megszoptuk? Nem. Ó, nem szoptuk meg. Ó, a kurva anyátokat, most tarkon baszlak titeket. Reméljük. Pontja. Na, már menjünk. Húzzunk C. C irányába. Mert hogyha úgy van, akkor a cél lesz a buli, ott lesznek többen elméletileg. Elfejtettem megnézni, hogy a Londonon hányas hágyuk vannak, de azt hiszem azon is 203 mm-es van. Ja, valami hasonló. Úgyne, fordulok ki a picsába. Úgy kéne csinálnunk, Levi, hogy megkerüljük ott EF 8-9-nél azt a szigetet, azt a napot. Igen, azt a kicsit. Aha. Kívülről, nem? Igen. Látom, hogy hogy mész. Igen, kívülről megkerüljük. És akkor nyíl egyenesen felhúzunk. Bár a New Mexicónak is örülnék, hogyha azt csinálna, amit mi, de nem. Nem
Jön egy furutaka. Hátsó izével. És már detektáltak természetesen. Én megpróbálok Leandert meg Omahát vadászni. Úgy nézem, ez több kevesebb sikerrel menni is fog. Rohadt mákjuk van. Nem lövöm el arra az izét, a repülőt. Na, a New Mexico miért erre felé jön? Mert seg hülye azért. Tehát nem a másik irányban van a csata? És most nekem fog jönni, bazd meg. Belém fog fordulni. Meg az édesanyjátoknak a picsáját azt. Bent állak a füstbe, bazd meg, vaktába belelőnek, azt mind a két oldalról talál. Szevasz! 2040? Hát ez hülye! Én is lőttem rajta 3000-et. Átlövök fölötte? Át, nagyszerű. Csak mögé lövök, mi? Vagy nem? Na most kapott tőlem egy 4000-et. Szerintem a következő már szigetbe menne. Szóval utána ezt kiszedjük, akkor jöhet a fúzó. Csak ezek mindig sziget. Citadella, süllyed. Szép, szép. Akkor most lövjük a fúzót. Fúzót pattintsuk. Jó. Az a gond, az kurva erős tier 6-ba. Szerintem tier 6 legerősebb csatahajója. Várj, én nem fog még oda elölni. Hát ezt jól lebasztom, ezt a lövést. Nem, hogy eltűnjél, bazd meg. Torpedo protection kapott. Tőlem mindjárt kap egy nagyot elméletileg. És lepattan előtte, geci! Az úgy átvitte a citáját, hogy azaz, persze. Menj az anyád picsájába, hogy 12 HP-val túléli, bazd meg a... Shinonome. Megy rá. Megint kapott egy jóval penetration, meg egy torpedo protection hitet. Fordulj jobbra. Megnézem én azt az ohamát. Nagyon elkezdett lőni engem. És kilövi pont az ágyomat, geci. Anyádat lövött ki. Ott a cintát, köcsög. Jó, rögtem 11000-et. Húzol balra. Fordul. Pont szembe állod. Mi így oda? Uh-huh. Engem is néz. Micsoda? Nem tudtam bazd meg citadellát lőni a Leanderen? És nem, hogy citadellát nem tudok lőni rajta, bazd meg, hanem kilőnek. Kapott egy 10000-et. Jó. Most én komolyan nem lőttem a lőni még egyet, mielőtt megy a sziget mögé. Nem mondod a kurva anyádat! Két torpedó között bazd meg átment a Nikolasz úgy, hogy 500 méterre volt tőlem. Töltsébe könyörgök. Ott van. Ott volt, szép. Pont. Ezt komolyan nem hiszem el, bazd meg. Pont még mielőtt el tudott volna tűnni. Menjünk egy balost, hangja. Forduljunk egy balost. Jobbost. Menjünk be, vagy jobbost. Hát tudod, hogy melyikre gondolom. Ja. Visszanéztetek két sziget között? Mhm. Jó.
ezzel nem tudom, mi volt a szándéka. Az szép lesz. De csak 3000, bazd meg. Zoha már. Nem hiszem el. Én lőttem rajta azért keveset. Nikola száll. Nikola száll. Nikola, igen, bent áll az én füstömbe a rohadék. New York. Mondja, megsértődött, nem beszél valamit. Nem tudom még melyik lesz. A rengel most nagyon szednek. Leandert próbáld meg. 10 kilométerre van, alul középen, hogyha tudom, meg hol van. Tudod. Nem, Levinek mondom, hogy alul középen, hogyha meg tudja lőni, akkor az jó eséllyel cipa. És most elkezdett lassítani, mert füstöl. Az füstölhet. Bazd meg, 4000. Ne szopasson le. Kapta a cipát. Igen, azt pont láttam. Szerintem most elindul majd hátrafelé. Nem akarom. Azt gondolom, hogy két oldalról kapom, és nem tudom kikerülni így bazdmeg a lövéseket. De személyen nem hiszem el, bazeg, egy szájba kurt Leanderen, bazeg, üzőklövök. Pár ezret. Ilyen nincs. Szarrá lövöm a citáját, bazeg, 4000. Anyád, az. Az 4000. Ő meg lő rajtam azon a szarágyújával. 10000-eket, meg 5000-eket, ott geci. De mondjuk felfogtam itt ezen a környéken az összes lövés, bazd meg. 1.300.000-es potential damage-et szereztem. Bizony mindenki engem lőtt. Amúgy ott a túloldalon mi a faszomat csinálnak? Tehát így azért hadd kérdezzem már meg, szedjék már ki azokat, tehát... Geci? Komolyan, ennyi szerencsét ment egy rakásra. Hát legfeljebb pattintunk. Nem. Elmúlhatta a Leandernek a füstje. Hány óráig tart neki? 5? Másfél perces füstje van egyébként. Nagyszerű, majdnem be is tölt neki a következő. 2,5 percenként tölt. Induljál meg, Levi. Na jó, indulok. Csata hajóval nem szabad megállni.
mert arra rábaszol. Hát, az oma, ha nem hiszem, hogy sokra fog menni a Grasp-vel szemben. Azt még megnézem. Heavy damage. Mi a faszom túl? Gyerünk, gyerünk. Ez szép volt. Ez ügyes volt az a mahától. Pont végignéztem. Úgy gondolom, hogy valamelyik New York lőtt rajta heavy damage-et. Mennyi kell még neki? Szerinted? Sok. Főleg úgy, hogy csak az első kettő ágyúddal fogod lőni. Jó, a lőd a másikat. Jó. Jó, ellőtték az egyik ágyudat. Mindent ellőttek rajta, mert két lövésből ökszét lelőtt az a buszba. Nézzük, milyeneket lő rajtam, bazdmeg. Jó, megnyertük. GG. Ja, ez jó volt így. 14.000 XP. Meg 5.800. Sose tudom, hogy mit gyűjtök egyébként. Na jó van, nekem már elég volt. Hogy állsz XP-vel levi? Megnézem. 27.000 van a Bayernnel, meg 16.000 üzeljön. Az jó. Na rá, hogy duplikét. Mi más jönne, bazd meg? Kurva anyádba. Más nem is tud adni. Buzi duplikétet. Mehetnénk a kirpiccel egyet. Hm? Mehetnénk a kirpiccel egyet. Jó. Akkor a jövő kódiummal. Zászlót rakjak Odírra. Köszi Szinda! Ali!
Jó van. Megvan az Odin. De jó, Tallinn, Baltimore. De legalább csak 8-asok vannak. Ja. Fú, bazd meg. Nem tudom, mi legyen. Hát... Irányja. Na? Olja. Semmi keresni valónk nincsen középen. Egyelőre ki is kapcsoltam a légvédelmet. Most a Miles ez csak itt áll. Aha. Nagyszerű. Azért mentem el előtte. A Shenyang meg a Tallinn az biztos, hogy a B-re jönnek. Igen. Te bemész oda egészen B-re? Hát neki be kell menni, igen. Igen, mert én DD-vel vagyok. Mi a faszom detektált az előbb? Ha engem most például a radar, Tallinnak a radarja. Itt a tallé. És bazd meg, el is talál egyből. Mindjárt én is eltalálom, várja. Hoppá, dupla cita! A szép, le is ment fél HP-ja. A szép, Karolina meg ki is lőtte. Ennyi volt. Messze ezt csúszott. Nézem. Itt valami lőtt egyet, de nem látom. A Shenyang. Tolat? Igen. Ez nagyszerű. Bazd meg! Megáll. Makker. Elindul előre. Ja, tudom. Egy torpedopodot küldtem rajta legalább. Ó, ott van benne középen a Baltimore. Ja, ne is mondd, bazd meg. Ó, nem mondom, lövöm. Hoppá! Shenyangon megint el. Hú, bazd meg, mi van itt? Az is kapott egy citát? Szia! Bazd meg, itt van minden is. Levi Baltimore-t. Hátul próbáld meg eltalálni, ha sikerül. Köszönöm.
geci 3DD a Baltimore, meg minden Baltimore szar. Már nem sokáig, ha megint sikerül ott hát, általának. Értem én. Nem. Tűnjek már el, bazd meg. És geci, kilőnek a füstbe, bazd meg, ezt nem hiszem el. Oké, okay, Baltimore kilőve. Kös picsába. Egyedül harcolok, bazd meg 3DD-vel szemben, mert a Kagero, bazd meg a sziget mögött bujkál a kurva anyját. Non-penetration Odinon, egyszerű. Te most mit lősz, Levi? Tehát Odint lőjed, vagy a Massachusetts-et? Jó, most egy időre próbálom visszahozni magam, bazd meg, mert minden is eltalál. Persze, kettő izélő. De nézd meg! Hogy a faszom lőnek ilyen sűrűn? Azért, mert DD. Úgyhogy Gambot. Gambot DD. Nem bazd meg, de minden eltalál, tehát minden egyes lövésre talál. Mi a faszom ez? Hát igen, de alig sebez. Jó, de folyamatosan égeti. Hiába sebzel alig. Ha tűz alatt tartja, akkor kurvára mindegy mennyit sebez. Tűzzel sebez. Á, vége. El fogok égni, bazd meg. Á, faszom. De az Odin, azt lőjed. Hát már rég betöltött az ágyúd. Értem, és... Azzal van elfoglalva. Nem tudom, mi a faszom ez. Gambot. Hogy lehet így? Á. Azt nem értem, hogy a Massachusettsnek a híresen jó ágyúi miért nem lőjük az akacokig? Abba az meg kézi másodlagosra van állítva. Jó, de észrevette az, hogy előtte van a DD. Fordulj bele, buzi. Úgy, úgy. 1882 over penetration-nel. Geci? Istenem. Kijev is mekkora egy buzi, komolyan. Ezt mondjuk el kell ismerni, hogy a Massachusettsnek ez jó volt. Cleveland radarozott valamikor mostanában? Halvélag őzöm nincs. Az igen, az kapott egy citadellát. Torpedoes, dead ahead.
Az igen. Kár, hogy ez el fog süllyedni a torpedók miatt. A Kagerom meg a Shenyang az fönt van a cél fölött. Szarok rá. A 6-7 környékén, csak hogy nem kell tőle annyira tartanod. Aha, persze, láttam, nem kell tőle tartanom. Hm? 52.800 levitek 24.000-re. Ennyire nem kell tőle tartanom. Hogy a faszomba ne kellene. Azok itt vannak. Hát az egyik az ott fölül van, mert csak 2 DD van. Itt van a füst. Akkor a Shenyang van is itt nálad a füstbe, és a Kagero van fölül. Viszont most már a szonároddal, hogyha van szonárod, akkor... Szerinted hogy a faszomban lesz, akkor már elnyomtam volna. Hát honnan tudnám, bazd meg, nem látom azért Kanzamébőjeidet, hogy mennyire van betölt vagy nem. Az már simán eltoltam volna, csak egész eddig miközben jöttem, nyomtam a szonárt már, hogy itt van az egyik köcsög. Na, másodlagos, gyerünk. Élesen jobbra kellett volna inkább fordulni, mert szerintem betöltött a torpedója. Bebizony. Faszopón látás, büdös kurva isten faszát, komolyan. Menj el tőle, hát ja, menjek el tőle. Majd ha valaki felderíteni azt a szájba kurt gecit, bazd meg. Menj el tőle, hát ja. Tudni kéne hol van, csak a DD-ink megint nem azt csinálták, amit kéne. Kivétel 1. Összeste megint szarrakás való. Komolyan bazd meg. Elkezdett lőni az itteni DD, ami itt volt, ki a faszon volt az? A Kievvel. Ez a köcsök kieves, bazd meg, elkezdi 13 kilométerről lőni az anyahajót füst nélkül. Hogy a faszomba lett valaki ennyire nyomorult? Lő egy szájba baszott anyahajót, amit ki kéne torpedózni a geciből. Nem, bazd meg, neki lőni kell. Mert egy gyökér. Majd leégetem. Anyádat azt égessed, de egy... Our victory is in sight. A másodlagos ágyuk is egy nagy kalap szar, bazd meg. Betalál a semmi sebzés. De tényleg az ilyenek miért nem barbiznak? Bazd meg, innen fogjuk elbukni. Igen. Persze, mert a North Carolina lófasz se ért megint, mert kiszedett egy 0 HP-s gyereket. Ja nem, az szedte ki, aki dupla citáztam. Hát gratulálok, az kurva nehéz volt kiszedni utána. Hát ezt buktuk, tehát ez egyértelmű bukó. 2 DD, hát ez bukó, úgy ahogy van.
Az ellenfél DD-i tudtak játszani. Nem hiába szedett ki négyet, bazd meg a gyerek. Az anyahajós is három embert szedett ki. Tehát, ugye kiszedje a negyediket. Honnan dobod el a torpedóidat, te igen szerencsétlen, bazd meg. Jézus Mária. Hát, a Lexington az megszokta. Meghalt. De az is kész vicc szám, bazd meg, hogy ott van tőle egy kilométerre az a geci, bazd meg, és nem látja az anyahajó. Ugye? Az mekkora fasság. Tehát... ezzel a játékkal óriási problémák vannak amúgy. Nem kicsi. Tehát egy kilométerről az anyahajónak simán látnia kéne azért a DD-t. Még füstbe is. De nem, hát a Wargaming tudja, bazd meg, hogy á, egy kilométerről mindent, de nem lehet látni semmit, bazd meg. Miért is lehetne? Azt kilométer. Mondta Szinda egyébként, hogy volt olyan verzió, hogy a füst az olyan volt, ilyen 500 méterről lehetett látni, csak kifele is, befele is, tehát teljesen minden volt. Tehát ez egy akkora fasság, hogy ez valami förtelen. Tehát ilyen nincs. Na jó van. Tudtátok, hogy Stalin soha életében nem mondta ki azt, hogy köszönöm? Micsoda? Stalin soha életében nem mondta ki, hogy köszönöm. Hát miért is mondta volna ki? Nem tudott magyarul. Hát ez így igaz. Azért mondom, miért is mondta volna ki? Tehát... lehet, hogy megpróbált, és csak annyit mondom, koszonom, de... Koszonom? Koszonom. De sem használt ékezetet. Ja, ő sem használt ékezetet, mint sokan. Na, mi legyen? Mehetünk. Mivel akartok még menni? Teljesen mindegy. Na, menjetek akkor. Menjünk a picsába, azt mondod? Menjetek nyugodtan. Én a Levi tír picceljön. Én már befejeztem. Akkor jövök egy kagyaróval. Jó szakát mindenkinek. Jó szakát. Köszönöm. Köszi a gamot. Ja, jó volt. Nem volt rossz. Detonation-t ki, ez nem kell. Ez kell. Cső. Cső, babi néni. Ez is kell. Nem, maradunk a izénél.
Oké. Okay. Egy Kagero. Mit játszunk most meg ilyen dolog? Ugyanúgy random, persze. Na, bazd meg, 9-es. Randomba jön az XP. Meg a lóvé. Többibe szart se ér. Sajna. Hú, bazd meg. Geci buzi pálya, bazd. Menjünk ára. Ány jól le lehet. Lébecolni. Ány pont nem fogsz tudni el lébecolni. Tele van szigettel. Azért. Hát igen, pont azért. Mert te nem fogsz tudni átlőni a szigeten, vagy nem tudsz pont úgy lőni téged, meg kiszednek a szigetből. Az a gond. Tehát neked a legjobb ugye az A és C. Ugye sokan azt csinálják, hogy megállnak a sziget mögött, aztán ők ki tudnak lőni, te meg nem tudsz belőni a tirpiccel. Mert buzi szöget zár be az éjjel. Igen, ennek a közepe a baszatos, mert itt lehet baszatni, igen. Közepén át lehet lőni. Igazából csatahajóval AC. Összes többi, tehát az izéveknek meg ugye az A. Jó mondom, a BC. A többi meg ugye A. Bár mondjuk a Miyokót se tudom, zár Miyokó, hát annak még talán jó. De most szerencsére nincsen anyahajó. Bassza meg, ki is kapcsolom a izét, másodlagost. Hát, varradar, Alaszka. Igazából az Alaszka az egyedüli, ami... Indulj el a kurva anyádba, bazd meg! És bazd meg betalál az anya büdös picsáját, hallod? És betalál, geci! Proceed to count.
Baszódjál meg. Ott, ahol vagy, te nyomorult geci. Kurva Kijev. Hát persze. Aha, te ilyen kurva pontos vagy. Igen, te ilyen nagyon pontos gyerek vagy. Olyan pontos vagy, hogy az már nekem fáj, bazd meg. Azok befordultak így. Szép volt. Csak tudom, hogy a faszomban van az, amelyik letorpedóz engem. Hát azt én is nem látom. Én a Lion tartom szem előtt meg az izumot. Ezekkel kell foglalkoznom. Én nem látom azt a hajat, amelyet torpedózok. És honnan tudja, hogy torpedózok rá, bazd meg? Mondjuk az kurva jó, bazd meg. Egész eddig egyenesen megy, mindameddig nem lövöm ki a torpedómat. Azért ez...
Azért nem látod, mert a kurva DD. Azért nem látod. Értem, de miért nem látod? Mi az, hogy kurva DD? Hát nincsen füst sehol. Mert nem látod. Mert azokat 6 kilométerről látod csak körülbelül. Azért nem látod. Ez mi? Mi az, hogy 6 kilométerről látom, hogy mekkora fasság ez, bazd meg, hát mindent látok. Hát igen. Itt egy nyílt tengeren vagyok, bazd meg, mi az, hogy csak 6 kilométerről látok egy kibaszott hajót? Ez ilyen. Jézus Istenem. Az ilyet egyébként úgy nem szeretem. Tehát akkor csináljuk meg máshogy a játékot, bazd meg, de olyat, hogy nem látok egy hajót. Az biztos, hogy nem számolja, Pipi. Az tuti. Ja, nincs, hogy számolja, bazzeg, hogy hány másodperc van még hátra. Kurvára nem tudja, milyen kapitányom van. Na, ennyit, hogy egy buzi kidott Zsoltán. Na, mivel akarsz jönni? Menjünk még egy utcsót. Akkor menjünk 6-osra, mert gyűjtenem kell a báján. Nem, Ferenc is az. Jó éjszakát. Na jó, nézzük. Az utána megnézzük egy izét. Az utána egy meccs, utána egy... Mi a faszt? Borzon. De? Majdnem. Ja persze, reggel 6-kor meg te mész dolgozni helyettem. Megy a faszom. Na látod. Hát tehát én arról, hogy szól az életed. Na, gyere borzonozni. Biztos, hogy nem. Borzolt, azt úgy lesikáltam a gépekről, hogy öröm volt nézni. A 8-as a magi, persze. Hát ez jó is, Bismarck is ott van, nyugi. Sok sikert. Istenem. El is megyek célra. Itt ez. Ez ott bukta, ahol van. Tehát... Ugyan már, geci. Ez 7,3 kilométerről látnak, tehát... Azonnal észrevesznek, bazd meg.
Ja, meg még anyahajó is van, hát persze. Oké, hogy hatos, de hát ott is van, tessék, már én is a torpedós geci. Ennyi. Hagyjuk, figyelj, hagyjuk bét a faszba, menjünk, menjünk C-re, meg A-ra, azt ennyi. Remélem, hamar lelövik ezeket a repülőket, mert nem tetszik ez a torpedózás dolog. Hát ez nekem se. Tehát érted, a Bayern az meg olyan, mint hogyha a tengerészek tolnák. Az is lehet, hogy ez gája volt, azt 26 vagy 22 csomóval, meg ez mennyire vicc már. Hát van rá fejlesztés, hogy gyorsabban mennyi, csak hát... Colorado. My golden is no. Gratulálok, bazd meg. Csak nem neked ment. De. Mi a fasz? Thank you.
Van egy álló piszma. De hogy a faszomba tudja így kiszámolni, bazd meg, hogy fordulok. Még azelőtt elő, mielőtt fordultam volna. Köcsög, buzi. Most legyen nagy a pofád, kibaszott anyahajóddal. Paraszt. Mellé gyökér. Gyakorolni kell. És belőd el. Csak hogy gyújtsd ki. Nem baj, megérte. Értelme nincsen rálőni arra szarra, bazd meg. Szóval gyorsan megy.
Na viszont már van. Nekem ez a sziklet. Ja. Nem jött be köcsög. Szedd már ki, bazd meg. Magamival. Ne szórakozzál már. Keci 800 szab! Tizenkettő, geci! Hát ezt nem hiszem el. Na. Azaz. Betege Jade. És elégeti a maga, amit hallod. Uh-huh. Le fogja égetni a picsába. Az a gond, hogy az is bazd meg 8-as, tehát esélyem nincs ellene, bazd meg. És most hova tűnt az enkör így? A füstben vagyok, így nem látom. Kell húzni. Engine boost activated. Battle ends in 5 minutes. Figyelj, mind a három majd ezen az oldalon, mert menj át az ára és foglald el. Nem tudok átmenni az arra. Már csak két hajójuk van. A faszom bele, bazd meg! Nem lehet így ennyit dodzsolni. Jó, most kitől abból ennyire.
Szerencsére nem tud torpedózni. Fa, sza. Mi ez a sárga zászló? Nem tudom. Mi ez Lexus Level 15? Óriási torpedó range. Nagyszerű. Igen. Ez te kurva azzeg. Istenem. A Bayern-ben érdemes elhasználni a kapitány pontokat, van őt. Bayern, hát azért érdemes, mert még menni fogsz vele egy keveset. Uh-huh. Hát hogyan vagy? Hány kapitány pontod van? 5. 5? Uh-huh. És a izé az megvan, ugye ő. Mindjárt bekapcsolom. A basic firing training az megvan. Igen. Lájolok neked. Expert loader. Expert marksman. 5 kapitány pont. Ja, akkor kell a izé, az atakból a kettes, az az expert load marksman, az. Gyorsabban fog ugye forogni az ágyúd. Uh-huh. Azt nem tudod, majd de tudod, de... Az gyorsabban lő a secondary. Meg erősebb lesz az AA-ad. Igazából ebből a secondary az kurvára mindegy, mert úgysem fog közel menni hozzájuk. Hát te csak nem hatosokat kapsz, igen. De egy a tier 6-ot nem érdemes még secondary-re húzni, mert nincs akkora vizéd. Másodlagos távolságod. Hogy fel tudnád húzni. Uh-huh. Hát 3 pontod van. Most vagy a izére mész, vagy az, hogy messzebbről veszed észre a torpedókat, mert ugye lassú vagy, mint a dög. Az. Uh-huh. Vagy az, vagy pedig a... Ugyanabból a második, tehát az Endurance-ből a második, nem a csavarkulcs, hanem a hajó. Ugye több HP-d van. Egyen lejjebb volt az. Plusz 350 HP. De ugye tírenként. Most tír 6 vagy. Mhm. Hát most sok. Hát nem sok. Igazából ennél a torpedókat kurva nem érni valószínűleg, hiszen olyan lassú, mint van. Ja. Ez a secondary-nek a range-e. És akkor 80 ezer kell, van a hajódon 30 ezer XP, hagyd a picsába. Szagyad. Ja. Van 30 ezer XP a hajódon, 50 ezer, és abból lejön még a 16 ezer free XP. Uh-huh. Tehát még 33 ezer XP hiányzik igazából. Bazd meg. Jó, de a mai nap szereztél rajta 30 ezeret. Akkor is bele fogok készülni. Na jó. Tagja, ez már jó lesz. Hát remélem is. Hát a Grenzenó azért az már
Az már jól néz ki. Tehát azért a Genesis AU... Tehát azért a main az 19,5-öt lő. Tehát 19,5 kilométerrel lő a fő ágyút. A secondary meg ugye 7,6. Az alap. De most a 7,6-ot viszont már fel lehet tuningolni rendesen, hogy 10 kilométerről már tudja lőni őket. Azért az már jó. Meg van rajta torpedó. Tehát a Gneisen ahol van torpedó. Azért az majd jó lesz. Tehát ha valaki nagyon közel kerül hozzád, akkor azt le tudod torpedózni a gecibe. Ugyanúgy, mint így a tirpiccel. Aha. Megvan. Csak ugye a német csatahajókat nem szeretik megközelíteni föl, hogy a másodlagosaik miatt. Ha majd megközelítem őket. Ja, majd te megközelíted őket, igen. Ennyi. Hát köszönöm szépen a gálmát. Ja, én is Danke bitte. Azért jó volt megint. Kicsit hülyültünk. Csak én valami normálisról is játszani. Hát, de mi a faszommal akarsz játszani? A Warzone az nem az. De lehet, akkor World of Warzone, vagy Green Hell, vagy akármi. Annyi minden lehetőség van, hogy... Ja. Köszönöm, tárháza, az kimeríthetetlen. Ja, hát sok játék van. Hűlhetnénk egyetlen World Warzone. Micsoda? Sőt, hűlhetnénk World Warzone. Sőt? Ott a sőt? Sőt, Epiken most van valamilyen ezért, ilyen állomás építő, vagy vonatépítő lófasz. A vonatépítő van, de az single player mód. A single player. Hát nem, ezt nézheted, ahogy játszok. Ja, azt nézheted, ahogy játszok? Hát bazd meg, indítsa a live-ot, geci. Hát a faszom bele a füledbe. Komolyan. Lehet. Hát de Green Hell például az nem single player. Hát a Green Hell az például nem single player, úgy ahogy mondod. Látod? Én azért tudok bölcsöket is mondani. Jó. Nem sűrűn. Meglepő módon, igen. Csak meg kell nézni a Dergrossén az XP-t, hogy hogyan állok. 255 ezer XP kell a Grosse Kurfürsthöz. Van 22 ezerem, meg van 158 ezerem. Tehát még 73.750 XP kell a Grosse-hoz. És akkor lesz tier 10-ed? És akkor ott lesz a tier 10, igen. Igazából, hogyha... Az jó, mert ha megvan a tier 10, akkor már legalább nem lehet nagyobb tier ellen a Grosse. Sniper Elite 4-et? A Sniper Elite 4-et az hányan lehet játszani? Azok, hogy van valami, milyen játékot vettünk meg levé ilyen hülyeséget? Nagyon sok mindent megvettünk. Igazából nagyon-nagyon-nagyon sok mindent megvettünk. Itt van a Hunter. Elite Dangerous. Azzal is végig voltunk. Négyen kompelésembe is lehet. Ja, a Sniper Elite-et lehet. Sok-sok játékot megvettünk. Meg ugye nekem Origin-en izé van, Premium akkon van, tehát minden Origin játékkal játszom. Jó van, nem kell felvágni. Nem kell felvágni, mi? A Divíziót is megvettük, azt hiszem. Megvettük azt is. Játszottunk annó a... Az is Origin Game, de mi a faszom a neve? Geci. Ghost Recon? Igen, tehát a Ghost Recon is megvan. Az is kurva jó volt. Én azt szerettem. Tehát a Ghost Recon is megvan.
Tényleg sok. You play. Hájjá, mondom, hogy... Football Manager 2020, Watch Dogs 2, Final. Micsoda? Watch Dogs 2 az Epic-en, mindenes. Watch Dogs 2? Hát a Watch Dogs-kal amúgy is. Nem tudom, hogy igazából... Ugye a Watch Dogs-ot én azért nem veszem meg, mert az nekem megvan a Uplay Plus miatt. Jó, most meg lehet az Epic-en is ingyenesen. Ja. Azt hiszem a Watch Dogs-ban is van izé. Na, faszom. Vagy csak single player? Nem tudom. Football Manager 2020-ra klikkeltem, illetve azt még csak... Nem egy ilyen buta. De játszhatunk ilyen nagyon elbaszott játékokkal is igazából. Mondjuk semmi értelme nincsen. Nem szóval én ezért nem akarok kompetitív játék mostanában. El vagyok a Warzone-nál, mert az tök jó, de az csak ilyen play for fun. Igen. De az énekkel, mint a Greenhouse, az annyira jó kapcsol, azért. Öreg vagyok én abból volt. Ja. Izé lett volna jó, hogyha ugye izé ingyenessé teszik, de aztán mégse tették ingyenes így a Conant. Mert azzal lehetett volna baromkodni tényleg, mert ott aztán kurva sok... Tudod, hogy játszottam kurva régen? Heroes of the Storm-on. Mondjuk azzal is nagyon régen játszottunk, igen. Ugye? A hoccal is kurva régen játszottunk. Ez így, ahogy van. Ugye? Sőt, Age of Empires-el is nagyon régen játszottunk. Baszki, Age of hozzunk már egyet valamikor. Nekem azért jó, mert ilyen buzi módon, tudod, össze van kapcsolva a Steam fiók a laptopnak a számítógép között. És ha be van kapcsolva a számítógép, akkor el tudom indítani a laptopról a izét, az összes Steam-es játékot érted. Hát mondom, ilyen nincs, geci. Csak hogyha elindítja a magán a izén is, tehát igazából duplán fut. Aha. Teljesen duplán fut, tehát fut a számítógépen is, meg a laptopon is fut. Óriási bazd meg. Tudod, és akkor igazából nem kell letöltenem erre, és elég, hogyha fönn van a másik gépen. Tehát a laptopon fönn van, akkor, vagy a PC-n fönn van, akkor laptopról el tudom indítani bármikor. Hát de van egy pár balfasz játék üzén is. Nézzük. Na majd Age of hozzunk egyet. Ja, fedezd fel a Ubisoft Forward-ot. Azt mondja, ja, ez az új izé lesz. Ja. Van valami leértékelve? A izére leszek majd kíváncsi. De azt a kurva geci. A Riders Republic elővételbe 100 euró. Jó, hagyjuk. Bazd meg, 100 euróért kurvázni nem mennék meg. Jó, de bizég, tehát Gold Edition, tehát nem tudom, hogy mennyi de volt. De azt mondom, 100 euró egy játék, ne vicceljünk már. Igen. Ugye ez tehát már... Ez kell bele, mint a 700-800 euró egy videókártyára. De amúgy igen, 60 dolcsi az alap. Az is. Tehát így nem. Kapd meg már észbe, bazd meg. Tehát így... 2021 ötödik, vagy második hóban fog megjelenni. Tényleg, lófaszt nem kell csinálniuk, mert fogják és bekúrják a játékmenetet az engine-be, és ennyi. Ja. Te elhiszem, hogy jaj, rajzolunk egy-két új karaktert, az akkor jó lesz, de az meg az, hogy optimalizáció valami hardware, nem úgy, mint régen, hogy tényleg megcsinálj rendesen. Igen. Tehát
nincsen meg benne az a munka, amire én azt mondanám, hogy igen, Igen. ez megér 100 eurót. Igen. Amúgy óriási baromság, tehát néztem ugye bemutatóját, tehát vicces, vicces játék. De, tehát 100 eurót nem ér meg. Ahhoz képest, hogy az Assassin's Creed Valhalla is ugye, tehát ugyanannyiba kerül az Assassin's Creed Valhalla, mint ez a, ugyanannyiba kerül a Standard Edition-je. És azért bazd meg, azért ez Assassin's Creed, gyerekek. Tehát a Gold Edition mennyi? Az is 100 euró? Igen, ugyanúgy 100 euró a Gold Edition. Tehát ugyanarra teszik bazd meg egy AC játékot, mint valami teljesen új játékot, aminek azt se tudják, hogy mi az még. Az AC-nak meg van történelme, tehát... Nem, egyszerűen ezeknek a játékoknak az árazási politikája a kurvára nem értek egy. Hát nem. Mert... Tehát itt is Ultimate Edition bazd meg 110 euró keci. Ezek az AC-nak, érted? 110 euró keci. A Gold Editionhöz már ott van ugye a izé, a Season Pass. És akkor van egy Ultimate Pack. Ja, az meg csak ott van az Ultimate Pack. Berserker, Logship, rúnák. Hát bazd meg, ja. Tehát... 110 euróból veszel magadnak egy komplet airsoft felszerelést és elmész játszani. Igen. Tehát így... Viszonthallás. Ja. Tehát nagyon-nagyon... Nagyon el vannak szállva a három más játékok. Az árakkal. Tehát érted, és akkor rendeld meg most 100 euróért, aztán majd februárban jön ki a játék. Tehát... Én nem is értem. Hát én ugye, ő megrendelt hozzá. Ha... Szájött bankot. Igen. Készük fél évet, az meg. Ott áll benne a pénzem. Igen, mert te tényleg, te megvetted, a faszom se tudja, hogy mikor a Cyberpunkot. Igen, egy éve. Vagy majd streamelem. Igen. Akartam vele csinálni egy 24 órás streamet. De azóta inkább rájöttem, hogy sokkal jobban járok, hogyha alszok. Hát de körülbelül. Igen, de körülbelül ez így van tényleg. Tehát nem is értem. Na nézzük, figyelj, 10 eurós játékok Ubisofton, tehát a hivatalos honlapon. Az Uno, ugye az is csak egy demo, a Flashback. Egy demóért 10 eurót igen. Kérne. Tehát egy demo, egy játék demójáért? Hát, ugye 10 euró alatt van. Jó, de ez egy demo, nem? Tehát jól értem? Azért a demóért, amit régen ilyen... PCX, meg PC Guru magazinon CD-n megkaptam, igen. Hogy tessék, de azt mondja, meg, hogy 10 euróról van most leértékelve a rendes, tehát a Standard Edition, mert ugye ebből is van ám Ultimate Edition, bazd meg, nem tudom, hogy mi a faszom. Uno-ból? Uno-ból, igen, Ultimate Edition, geci. Azért, mert gondolom más ízé, tudod, más színű kártyák vannak, ennyi, mert semmi más nem tudok belőle, tehát hogy van egy más színű kártya paklid is, na, az például 4 euró az út, a izé. Meg ugye azt nem tudom, hogy te kipróbáltad a Hyperspace-t amúgy? Hyperspace nem. Most tudom, mi az. Az Ubisoftnak, az Ubisoft csinált egy vizéjátékot ugyanúgy. Egy ilyen szürkülős gecit. És az lett a neve, hogy Hyperspace. Nem próbáltam. Figyelj, nem is fogom. Van Ubisoft, Epic, faszom tudja. Van 82.000 launcher a gépemen. Hát ez, és... izé, Ubisoftos.
Egyébként is jövőlem az Ubisoftos játékokat. De ugye ez a hyperspace, ez a faszom se tudja micsodája. De geci, ha azt mondom, bazd meg, hogy a, ne a Trackmaniát töltsed be, hanem a Hype, akkor miért nem a Hyperspace töltöd be? De komolyan. Én beugrok közben Militarira. Te közben beugrasz Militarira, az jó. És megint a Trackmaniát hozza elő, geci. Komolyan. Ubisoft. Ez kalap szart se értek, bazd meg. Na jó. Zárjuk már, mert aztán reggel kelek. Mindjárt. 4 óra múlva. Jól van. Zacsi, pacsi. Ja. Meg minden. Úgy, úgy. Hát, hogy valamilyen buzisága tényleg majd játszani kell. Holnap jössz? Holnap? Elméletileg leszek holnap, csak gyakorlatilag még nem tudom, hogy ebből mi valósul meg. Jó, akkor meglátod. Ja, hát elméletileg leszek holnap. Csak ugye gyakorlat teszi a mestert. Ez pont ugyanolyan, hogy ízét, tehát, hogy holnap én nem, vagy ma nem dolgoztam volna, gyakorlatilag mégis csak dolgozok, mert rám írtak, hogy be kéne ugranom valaki helyett, úgyhogy ez ilyen. Jó. Az igazság, Pipi, hogy nem csak a hajós idegesíti az embert, hanem az összes olyan játék, ahol más emberek ellen játszol. Mert valahogyan nem tudják megírni azt a kibaszott kurva játékot, hogy normális legyen. Tehát, hogyha például ott volt a Ring of Elysium, és milyen kurva jó volt az a játék. Imádtam. És elkúrták. Ennyi. Azt is elkúrták. Minden játékot elkúrnak. Ebbe egyetlen egy dolgot kellene a hajósba betenni, ne lehessen +2 tírrel nagyobb ellenfeled. Ezt az egy dolgot kéne beletenniük. Hát ez olyan kurva nagy dolog, de komolyan. Tehát szerintem nem nagy dolog. Tehát miért? Tehát, miért akarnék én tier 6-ossal tier 8-asokat kapni? Nem akarok. Tehát kurvára nem akarok egy tier 6-os DD-vel egy tier 8-as anyahajót kapni. Mert rám bassza a rakétáit, és kész, ennyi voltam. És elégek, mint a szar. Úgy szintén, tier 8-as csatahajó rádobja a bombáját, vagy a tier 6-os csatahajó rádobja a tier 8-as anyahajó a bombáját, keresztül szaggatja az izédet. A fedélzetedet. Meg keresztül szaggatja. Igen, max egy tier. Max egy tír. Igen. Mert ha tír 6-ossal vagy, akkor csak tír 6-os izéket kapsz, anyahajókat kapsz, mert tír 7-es nincsen. Ha már tír 7-be mész, akkor igen, kaphatsz tír 8-as anyahajót, de a tír 7-es hajónak a fedélzete kibírja. De a tír 6-osén nem bírja ki a tír 8-ast. Mert kurvára nem bírja ki. Ja. Hát most is jött az a buzi tier 8-as izé, hajó, az 3 süllyedést okozott. 3-szoros süllyedést okozott, mert a faszapó buzinak ugye 4 torpedója van. Nem csak 2, mint az összes többinek. Nem, ennek 4. Ez került ki. Esélyed nincs kikerülni. Tehát egy tier 6-os szar lassú böhömet állattal nem tudott kikerülni a tier 8-as hajónak a torpedóit. Mert 4 darab van, nem 2. Tehát a Wargamingnek ezzel kéne foglalkoznia. Nem pedig az, hogy behozzák a Transformers-es izét, skineket. Hát kösz. Ne a Transformers-es skinekkel foglalkozzanak, hanem azzal, hogy +1
tier. Pont, nem kettő. Mert játszanak annyian, hogy le kelljék kapni tier 6-ot, vagy tier 8-at. És én inkább akkor várok másfél percet arra, hogy csak tier 6-os legyen, vagy tier 7. Nem pedig 30 másodperc alatt. Jó, hát akkor bebaszuk neked a tier 8-at. Baszódj meg. És esélyed sincs átlőni se. Ja, de ki tudod égetni. Jaj, de jó, hogyha nem likoséket lősz rajta azzal is. Úgyhogy. Na, de mára ennyi. Dánke mindenkinek. Levi, puszi a hasadra. Egy arasszal lejjebb te adsz nekem. Emmának gyógyulást. Aztánja. Aztán majd a kúgy is tali. Jó van, Toki. Na. Zacsipacsi. Csőcső. Cső, Bobi néni. Have gone silent at last.